Hello! Sziasztok! Hát a technika ördöge közbe szólt. Üdvözlök mindenkit! Iván Ivett, CNDD-késen ambasszador vagyok. Az előbb is én voltam, csak történt valami, és elment minden. Nem hallottatok engem, csak láttatok, de újra itt vagyok. Szóval, aki most csatlakozik, annak mondanám, hogy a Yours Cosmetics legújabb termékeit, az elementeket mutatom be nektek, és már láthatjátok is, hogy itt az előbb, amikor megakadt a történet, akkor a Pearl elementeket kezdtem el bemutatni, illetve pontosan a Blue nevezetű pigmentet, elementet. Úgyhogy meg is mutatnám. Szóval remélem újra itt vagytok velem, ahol látom, itt van mindenki, aki az előbb itt volt, úgyhogy üdvözlök még egyszer mindenkit, és akkor nézzük. Blue Pearl Element a P1-es ecsetemmel a krémpáfnak a disperziós rétegébe dolgozom bele. Látjátok, ennyire egyszerűen. Egy kicsit megpróbálom közelebb hozni. Közben nézem az iPad-en is jól látszik minden. Szóval ő nem fogja elvenni a szint, vagy nem fogja elvenni a szint, amit kikentél a tipre, hanem ad neki egy ilyen plusz effektet, egy ilyen kék, gyöngyházas effektet. Na, mit szóltok, hogy tetszik mindenkinek? Kicsit félve megyek vissza a kommentekhez, mert az előbb akkor vesztettem el mindent, amikor mondtam, hogy elmegyek a kommenteket megnézni, hogy van-e valami kérdésetek ezekkel kapcsolatban, vagy nincsen. Közben haladok, és nagyon óvatosan megpróbálok majd a kommentekre ránézni, mert ez nem jó ómen, hogy az előbb oda néztem, és eltűnt mindenki. Na, akkor még egyszer mondanám, ő volt a Blue Pearl elementünk. Közben egy picit itt a papírt megtakarítom ettől a csodaportól, csak hogy ne zavarjon össze benneteket. És következne a második pigmentünk, elementünk, csak itt közben rendezkedek, akit úgy hívnak, hogy... Látjátok, én csináltam magamnak egy kis puskát, hogy én ráírtam magára a kis csomagolásra, mert amikor megkaptam ezeket a szenzációsan szép színeket, elementeket, képzeljétek el, hogy mire rá volt írva a név, azt én egy lendülettel eltávolítottam. Tipikus Iván Ivett. Szóval utána kénytelen voltam feliratozni. Úgyhogy a második, amiről beszélek nektek, az a, vagy megmutatom nektek, az a Gold Pearl nevet kapta a keretségben. Értelemszerűen ő egy, a nevéből adódóan is láthatjátok, hogy ő ilyen aranyszínű. Közben jövök ide a következő kis tippemhez, amit már itt is láthattok. És ugyanazzal az ecsettel fogok dolgozni, mint az előbb. Annyi, hogy közben ti azt nem látjátok, hogy ide van téve nekem egy szálmentes törlő, és a szálmentes törlőn van egy kicsi izopropil alkohol, és ebbe az izopropil alkoholba törlöm ki az ecsetet, de majd amikor a, nem csak ezeknél a pörlöknél, hanem a rendes color pigmenteknél leszek, majd akkor megmutatom, hogy hogy tisztítom ki az ecsetet is, mert nagyon fontos, hogy ne keverjétek őket össze. Szóval teszek az ecsetemre megint egy nagyon kicsit, látjátok, nincsen sokra szükségünk, és utána ugyanúgy, mint az előbb, én nagyon szeretem a kéket, hát de az aranyszínű, ez a gold pearl, ez egyszerűen elképesztően szenzációs. Remélem azért átadja ezt az érzést nektek a kamera, és ti is látjátok, hogy ez valami eszméletlen szép. Közben egy jól eldolgozom, jó alaposan, és egészen biztos, hogy nem fog kijönni a disperziós rétegből. Sokan mindig
Állandóan kérdezik, hogy ez olyasmi, mint a, nem is tudom, az unikornispor. Na csak mondom, ez sokkal jobb, ez sokkal menőbb. Ezeket a színeket, képzeljétek el, még keverni is tudjátok. De azt majd egy következő live alkalmával fogom nektek megmutatni, hogy milyen extraságokat lehet. Most csak bemutatom nektek az összes színt. Szóval még egyszer mondom, emlékeztetőül, ő volt a Gold Per element. Készítem ide szépen oldalra magamnak őket, mert majd persze le fogom őket fedni, csak most akkor ilyen soha nem véget érő live lenne, hogyha mindegyiket most még itt nektek fognám és lefedném topkóttal. És akkor a sorrendben a harmadik, a pörlők közül, az a green, azaz zöld. Így néz ki. Óvatosan kinyitom. Oda nézzetek, milyen szép. Szerintem már így is tök jól látszik, hol a kamera. Oda nézzetek, de gyönyörű. Hozom a következő kis cream puff tippemet, hogyha ki tudom venni a lámpából. Itt vagyunk. És akkor megint ugyanazzal az ecsettel, amit közben kitisztítottam, belemártom, és nézzük a zöldet. Na, írjátok meg nekem, hogy tetszenek ezek a effekt pigmentek. Tudjátok, azért effekt, mert ő nem fogja elvenni a körömlaknak a színét, hanem hozzáad egy kis extrát. Én nem is tudom, mire kenném őket. Azért is jó, hogy most megcsinálom ezt a videót, mert utána a vendégeim, hogyha ránéznek majd ezekre a kis tégelyekre, el tudom nekik magyarázni azt, hogy látjátok, ha ezt rátesszük mondjuk egy zöldre, akkor ilyen effekt hatást fogok elérni. Azért is jó, ha fehérre kenitek ki. Oké, akkor emlékeztetőnek ő a zöld oksi. Hogy tetszik? És érkezik a negyedik a sorban, ő pedig a pink pearl. Közben látom, a kollégák csodálatosan feliratozzák nekünk, úgyhogy ha nem mondanám, akkor is tudhatjátok, hogy mit láttok a képen. Közben törlöm az ecsetemet, és érkezik a következő tippem. Babám! Igen, felmerülhet bennetek a kérdés. Az elmúlt negyed órában, mielőtt kezdődött a live, fehér tippeket kenegettem. Így van, jól gondoljátok. Na nézzük a pinket. Dobpergés. Nem jön mindenki haja. Wow. Na jó. Megvan ma, mit fogok egész nap kenni. Oda nézzetek, és ennyi, és kész van. És ehhez azért nem kell egy... Nem is tudom olyan menő körmösnek lenni, aki mindenféléket fest, mert ennyire egyszerűen lehet használni. Disperziós réteg, egy jó ecset és egy jó pigment. Elképesztő. Komolyan becsukom, és akkor idehozom nektek, hogy egyszerre megnézzük mind a négyet egymás mellett, hogy lássuk összehasonlítva. De ha szeretnétek, ma csinálok nektek fotókat is, mert gondolom a fotók azért jobb minőségűek lesznek, mint itt a live videóban. Oda nézzetek, kicsit közelebb hozom a kamerához. Na. Várom a véleményeteket. Kinek melyik a kedvence? Hadd lássam a kommenteket. Félve ugyan, de megpróbálkozok a kommentekkel. Igaz, a két eszköz teljesen más, mert nincsenek is összekötve. De nem érzi, ugye kesztyűben vagyok, és nem érzékeli.
Úgyhogy, ha a kollégák esetleg megmutatnák nekem a kommenteket, tökörülnék, hogy kinek hogy tetszik, de hát ez nem fogja nekem most megmutatni a kesztyűt. Följöttek. Ibolya azt írja, hogy nagyon szép, aztán Zsuzsi azt írja, hogy neki a zöld tetszik, hát miért nem lepődök meg többiek, nektek melyik a kedvencetek? Arrébb. Szerintem, Ivette, ezeket a pörpolokat fekete alapon fogod viselni. Azt írja a Roland. Jaj, valaki nagyon ismer engem. Igen. Hát, feketén is. Így van. Teljesen mindegy, milyen színre kenitek föl. Lehet az fekete, lehet az kék, lehet az pink. Ő nagyon jó kis effektet fog adni mindegyiknek. Gyorsan elviszem innen a pigmenteket, a porokat, és megmutatom, hogy hogy kell kitörölni az ecsetedet. Fogsz egy tiszta, most én ezt félbehajtom, izopropilos szálmentes törlőt, és azt így jó alaposan kitörlöd, eltávolítod belőle a színt. Utána pedig hagyod, én a kesztyűmön szoktam, így, hol látszik a kesztyűm, így szoktam hagyni, hogy megszáradjon, eddig ide rakom nektek, és előkeresem, csak közben rendezkedek az asztalon, mert nem végtelen a hely, és végtelen mennyiségű porom van itt, úgyhogy ezeket igyekszem úgy eltenni, hogy ne legyenek útba, és jön a következő során, csak én itt elkevertem valamit, 9, itt a 8-as, nekem az 5-ös számú fog kelleni, amit nem fogok már nektek kikenni, mert megtettem, ő a blue iris, ő a kék, ő már nem csak így megeffektezi úgymond a szín, hanem nézzétek meg, egy ilyen csodálatos, Úristen, de szép, komoly, a szavam is elállt. Szóval ilyen csodálatos színt fog kiadni nekünk, mindegy, milyen színre kenitek fel. Ha kékre kened, akkor is ilyen. Ha feketére kened, akkor is ilyen. Annyira jól pigmentáltak ezek a porok, hogy... Na, én megmutatom. Mit szóltok? Nekem jó az egyik szerelmem. Szóval őt nem fogom már kikenni, mert már egyszer megtettem. És akkor érkezik, puff, a következő, kiütötte a nyeregből, ő pedig a Bronze Heart, szóval egy ilyen bronzos szín, ő a 6-os. Akik szeretik a visszafogott, kellemes színeket, egészen biztos, hogy ebbe szerelmesek lesznek. Ugyanúgy még mindig a fehér tipre fogok dolgozni. Egy nagyon kicsi. És mehet. Arra kell ügyelnetek, kedveskéim, hogy amikor viszitek föl a pigmenteket, üres ecsettel ne nyúljatok bele a diszperziós rétegbe, mert hogyha belenyúltok, akkor kiveszitek azt a ragacsos réteget, amiben a pigment bele fog ragadni. Na jó, közben meg a lélegzetem is eláll, hogy ez a bronzos, arany, barnás, én nem is tudom, milyen színe nincsenek. Kicsit megpróbálok játszani a fénnyel, hogy ide húzom, csak hogy így lássátok, hogy hogy játszik rajta fény. Nagyon durva. Azt írja Varga Gabriela, hogy a pink, gondolom az elementekből azt tetszett neki, és akkor vagy a kék, vagy ez a bronzos
hátra, írja nekünk Gabriela, hogy ez gyönyörű. Hát, tényleg. A szó elszáll, az element pedig itt marad. Oda nézzetek. Na jó, imádom. Menjünk tovább. Ő volt a 6-os, és akkor Iván Livet keresi a 7-est, és aki meg is érkezett, a 7-dik, ő a Green Leaves nevet kapta, talán azért, mert zöld, és nem is akármilyen zöld. Képzeljétek el, én ezt hétvégén a 3 vagy 4 vendégen is használtam, mert ránéznek, és szerelmesek lesznek ebbe a színbe. Konkrétan az összes zöldhöz szerintem nagyon jól passzol. Közben itt a háttérben még csodáljátok ezt a Green Leaves-t. Én takarítom ki bőszen az ecsetemet, hiszen a bronzos után most egy zöld következik, de szerencsére ez pikpak megoldódott, tiszta az ecsetem. Úgy, és jöhet a következő tippecske. Nézzük. Egy pici a pigmentből. Wow. Oda nézzetek. Kész. Konkrétan szerintem 5 másodperc alatt lehet befedni egy körmöt ezekkel a termékekkel. És utána ezeket, amikor ezek a mozdulatok jönnek, ezeket a körmös már csak azért csinálja saját magam megnyugtatására, de igazán nincsen szükség, csak le kell róluk szedni a port. Még egyszer mutatnám, hölgyek és urak. Green Leaves. Szerintetek melyik zöld színen néznek ki a legjobban? De illetve teljesen mindegy, mert az összes színen ezt a szín fogja visszaadni. Annyira pigmentált a termék. De azért nem mindegy, hogy mik mellé rakod. Szóval, hogyha az összeset ilyen színűre rakod, akkor teljesen mindegy, milyen alapot választasz. De hogyha szeretnéd azt, hogy ez egy kicsit harmonizáljon a többi színnel, mert mondjuk csak 2 ujjat díszítesz vele, akkor jól gondold meg, hogy mit teszel mellé, mert egészen biztos, hogy ez a pigment uralni fogja a kompozíciót. Na... Ő volt a 7. a sorban, és érkezik a 8-as, kiütéssel megérkezett. Szóval, hogyha választhatnék kedvencet, akkor valószínűleg ez a Green Peacock lenne. Oda nézzetek, hogy én mennyit ügyeskedtem a sellakokkal, de tényleg, hogy egy ilyen szint layeringezzek össze. Tudjátok, mi a layering, igaz? Amikor 2 színt egymásra kentek, és kiad egy 3. színt. És nekem ez a szín egy ilyen álomszín volt, és azért is van már kikenve, mert kapásból kipróbáltam, mert éreztem, hogy ő lesz az én választottam. Szóval a Green Peacock, oda nézzetek. Nektek tetszik? Várom a kommenteket, ki mit szól. Feltéve, ha ugye meglátom a kommenteket. Úgyhogy, hogyha nem tudod, melyik legyen az első, amelyiket kipróbálsz a sorba, akkor Iván Ivett ajánlásával a Green Peacock legyen az. Ő volt a 8-as számú versenyzőnk, és érkezik a 9-es, aki nem más, mint az Orange Clownfish. A bohóc halszín, és amúgy tényleg elképesztő, hogy olyan narancs színe van, mint a bohóc halnak. Szeretitek a narancssárgát? Szerintem idén nyáron eléggé menő. Imádják a vendégeim. Úgyhogy tök jó, hogy a sellakok között ilyen kis, jó kis narancssárgák, lazacos színek vannak, és egy kicsit fel akarom dobni, akkor ezt a színt választom a Yours Cosmetics Element termékeiből. Na, oda nézzetek. Wow, 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 wow.
Na, mit gondoltok? Akár amúgy, most oké, hogy nyár van, és hogy ez ilyen narancsos, és azt gondoljuk, hogy ez így nyáron is tök jól néz ki, de szerintem ez télen is egy extra szín. Vagy ilyen karácsony körül én lehet, hogy szívesen hordanék ilyen színt. Nem tudom. Na nézzük. Akkor még egyszer emlékeztetőül, aki szereti a narancsos beütést, Orange Clownfish. Oké. Ő volt a 9-es, közben pakolok arrébb, és érkezik puff, a pinkek kedvelőinek a 10-es számú versenyző, a Pink Flamingo. Közben nem vagyok elég alapos, és nem takarítom itt a hátteret, nézzétek el nekem. Én még mindig egy picit stresszben vagyok, hogy az előbb elrepült a hangom, és elvesztettelek benneteket, de most azért itt vagyok, és mutatnám. Na, ezzel kicsit komolyabban játszottam, úgy nézem, mint kellett volna. Oda nézzetek. Ja, arról ne is beszéljünk, hogy tele vannak ezek a dobozok, és szerintem ilyen végtelen mennyiségig használhatóak. Úgyhogy sose fognak kifogyni, mert nagyon kevés kell belőlük. Itt van a tipp. És jöhet a móka. Most, aki szereti a pinket, az egészen biztos, hogy odáig meg vissza van. Oda nézzetek. Most ennél a színnél tudom azt ajánlani, hogy őnek van egy ilyen kis metálos beütése. Szóval, hogyha választasz egy jó kis pinkes alapot, mondjuk a pink bikinit például, akkor ezzel a színnel szerintem nagyon fel tudjátok dobni a kompozíciótokat, és a vendég így imádni fogja. A Ausztriában dolgoztam pénteken, és az egyik vendég ilyen pink kamuflás körmöt szeretett volna, és akkor ő volt az egyik, a Pink Flamingo, amit használtam ehhez, majd később szerintem megmutatom nektek azt a körmöt, mert nagyon extra lett. Óvatosan becsukom. Még egyszer. Pink Flamingo 10-es versenyző. Érkezik a következő. Aki pedig a Pink Lily. A Pink Lily, ő egy ilyen nagyon kis kedves, nem annyira pigmentált, viszont nagyon jól effektező kis szín lesz. Szintén hasonló célokra tudom ajánlani, mint az előzőt, hogy mondjuk egy pink körömre, egy piros körömre, vagy egy lilásra. Effektnek, Pink Lily. A Lily-ről nekem mindig a Lady Lily-t eszembe, tudjátok, az English Garden kollekciónak a fehérje, mert én azt annyira nagyon szeretem. Úgyhogy Pink Lily, akár az English Garden Lady Lily-ével is. Oda nézzetek. Most láthatjátok, hogy a fehéren ő annyira nem pinkes, nem tudom mennyit hoz vissza a kamera. De amúgy így élőben pinkes, de mondom, ő inkább ilyen effektnek tudom ajánlani, hogy egy extra színt kölcsönözzön a már tökéletes alapunknak. Gabi azt írja, hogy a Green Peacock győzött nálam, de a narancs az ősszel is. Igen, a narancs az ősszel is, nem csak télen, tök igazad van, elismerem, és szerintem is nagyon különleges. Oké, okay. És ha mindig pink vonalon mozgunk, Pink Lily után, puff, kiütöttük a nyerekből, itt van nekünk a Pink Roses. Neki könnyű megjegyezni a nevüket, mert mindegyik pinkkel kezdődik. Amúgy tényleg egy ilyen kis rózsás beütése van ennek a színnek. Ilyen kis
Tudjátok, mi jut eszembe róla, ha most nagyon ránézek, miközben takarítom az ecsetet, hogy így olyan egy picit, mint egy ilyen sejem cukorszín. És akkor lássuk akcióban. Tényleg, nagyon jó. Úgy csinálok, mindenki először látja, pedig nem igaz. Már használtam, de... Látjátok ezt? Várom, hogy mit mutat a laptop, vagy az iPad, hogy ti mit látok, de ez egyszerűen valami mesés. Nagyon-nagyon-nagyon szép. Na, fiúk, lányok, Pink Roses, hogy tetszik? Nézném a kommentet, hogyha hagynám. Nem, azért gumikesztyűben ez annyira nem egyszerű történet. Itt hagyom, amíg keresem a következő versenyzőt. Ők itt már voltak, 6-os, 11-es, 5-ös, 9-es, és nem más a következő versenyzőnk. Eltávolítom minden az előzőeket, mint a... Hopp, hopp, hopp! Szóval, most jól összekentem, The Purple Dragonfly. Akik nem tudnak angolul, azoknak mondanám, hogy ez lila szín lesz. Nagyon durván pigmentált. Őt akár arra is lehetem képzelni, hogy sminkeljenek vele. Illetve az összes termékkel is lehet sminkelni, úgyhogy nyugodtan. Akiknek mondjuk van ilyen végzettsége, vagy van ilyen beállítottsága, hogy szeret sminkelni, nyugodtan próbáljátok ki szerintem őket. Közben itt takarítom bőszem az ecsetet, hogy mégse vigyek föl a lirára egy kis finket. Úgy. És nézzük a varázslatot. Here comes the magic. Na jó, Roli tudja, hogy amellett, hogy imádom a feketét, a másik kedvenc színem az a lila. És ez egy atomjó lila. De tényleg. Legyetek, és hiába viszem föl többször, mondjuk, nincs szükség arra, mert nem kell, hogy sötétebb legyen, mert így is annyira pigmentált. Úristen, de jó az a lila. Mit szóltok? Purple Dragonfly. Oké. Most már kezdek gondba lenni. Most pont esedékes az, hogy lecseréljem a körmömön lévő feketét valamire. Az elején azt gondoltam, hogy nem is tudom, volt egy gondolatom, hogy a Blue Iris, tudjátok, ez a durván szép kék, aztán utána az volt a gondolatmenetem, hogy a Green Peacock, ez a türkizes lesz, de most már el vagyok bizonytalanva teljesen, mert ez a Purple Dragonfly is nagyon jó. Nagyon jó, tényleg. 13-as versenyző. És akkor... Most már kezdenek itt rendeződni a dolgok, kezdem átlátni az ős káoszt, hogy a rengeteg-rengeteg csoda miatt itt kialakult az üzletemben az asztalon. Szóval, még egyszer, Purple Dragonfly. A soron következő szintén lila. Ő lesz a Purple Lavender, a levendula lila. Oda nézzetek. Nagyon kellemes, kis visszafogott lila. Szerintem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szép lesz. Őszinte leszek. Őt, szerintem ő az egyik, akit még nem próbáltam. Meg a sárga, de azt még mindjárt meglátjátok. Mert hát egy hete vannak nálam, és azóta azért, hogyha egy szerelmet talál az ember, és ezekkel a pörlökkel azért nagyon könnyű volt a vendégeket meggyőzni, utána nehéz volt másra áttéríteni őket. Na jó, hát gyerekek, milyen szép ez a szín. Oké. Okay. Elállt a szavam. Ugye nem csak szerintem állat ez a szín.
Közben itt látom, visszataláltam a kommentekhez, hogy Gabi azt írja, hogy szerinte a pink rózis az elegancia színe, és lehet, hogy igen, van valami ebben, amit mondasz. Én nem így fogalmaztam, de teljesen egyetértek veled. De térjünk még vissza ehhez a kis csodához. Elképesztően szép. Ő volt a 14-es, és már vége fele járunk a kis kollekciónknak. Lila L. És itt van nekünk a Red Lobster, ami egy pirosas szín lesz, durván erősen pigmentált. Oda nézzetek. Gyors kitakarítom az ecsetemet, mert nem szeretném összekeverni a lilát a pirossal, csak hogy tisztelássátok ti is a színt. Itt vagyok. Nézzük tiszta az ecsetem. Red Lobster. Oké. Nagyon, nagyon durvá jó az is. Ki az, akinek kedve támadt egy kis piroshoz, kezeket fel? Tudom, hogy nyár van, de rengetegen csináltatok pirosat ilyenkor is, és rengeteget csináltok ti körmösök is ilyenkor pirosat, és hát ő egy jó kis különleges szín lesz, igazi nyári piros, hogyha így fehérre kenjük föl. Most már kezdek teljesen elveszni ezekben a csodálatos pigmentekben, és már kezd nagyon jól kinézni itt az asztal, ezzel a sok pigmenttel. Ki tudja, lehet a végén majd én is ajánlok a Yours Cosmetics-nek egy valamilyen színt, hogy szerintem így az összesnek a keverékéből ki lehet hozni valami különlegeset. És az utolsó szín már az előbb már egy kicsit spoilereztem. Egy sárga lesz, a Yellow Bee. Nézzük meg. Wow. Nem mondanám magamat egy sárga kedvelőnek, de azt azért el tudom képzelni ezt mondjuk a Green Leaves-szel, hogy milyen jól néz ki, vagy mondjuk a Green Peacock-kal, vagy akár valamelyik kis pinkkel, a Pink Flamingo-val. De ne menjünk annyira előre, mert most még csak bemutatom a színeket, jövő héten fogunk vele díszíteni. Remélem arra is kíváncsiak vagytok. Oké. Hát akiknek hiányzott a Bicycle Yellow, akkor azoknak mondom, hogy bármelyik sárgára rárakjátok ezt, elképesztően szép sárga lesz, mert így fehéren is brutál jól néz ki. Szóval még egyszer a nevét a termékünknek. Ő lesz a Yellow Bee. Gabi azt írja, hogy Ivett az összes szín gyönyörűséges, elvesztem. Hát akkor ugyanazon a hajóban evezünk, kedves Gabi, mind a ketten elvesztünk a színek tengerében, és ide raknék nektek párat, hogyha bármilyen kérdésetek van, akkor azoknak most én tök örülök, és megpróbálok válaszolni. Rengeteg kis csodát mutattam nektek, és egyik szebb, mint a másik. Következő alkalommal pedig képzeljétek el, hogy fogok velük mutatni egyszerű és gyors díszítéseket. Hogy tudtok velük ombrét csinálni, vagy esetleg nyomdázni, mert képzeljétek el, hogy nem csak az elementek jöttek most ki a Yoursthoz, szóval a Nélansnál nem csak ezek az újdonságok találhatóak, hanem vannak itt nyomdalemezek is, két oldalú nyomdalemezek, de ezt most csak így ízelítőben megmutattam nektek. Szóval a következő alkalommal, ha velem tartotok, akkor ezeket is meg fogom mutatni, hogy hogy tudjuk őket kombinálni, és hogy tudtok a vendégeknek gyors és trendi díszítésekkel kedveskedni, így még a maradék kis időben a nyárba, illetve akár össze is lehet felkészülni velük. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok, remélem élveztétek a Yoursnak az elementjeit, és a kis kezdeti nehézség után túlendültünk, és élveztétek a bemutatómat. Úgyhogy várok titeket legközelebb is, és legyen csodálatos hetetek!
Puszi mindenkinek, Iván Ivett kiszáll, sziasztok!